Néha elfelejtjük, hogy az evangélium az nem csak örömhír, hanem van neki egy félelmetesen sötét oldala is. Jézus örömhíre az nem csak édes, hanem rettenetesen keserű is. Erről lesz a szó, ez a Jézus Bistról. Sziasztok! Záhonyi Viktor vagyok a Vekker keresztény közösségből, és olvasom nektek a jelenések könyvét, 10. fejezet első vers, hogy hétköznap is friss falatokkal erősítsem a hiteteket. Tehát jelenések könyve 10.1. Ekkor újra látom, hogy egy hatalmas angyal jött le a mennyből. Majd ötödik verstől folytatom. Ekkor az angyal, aki egyik lábával a tengeren, a másikkal a száraz földön állt, jobb kezét felemelte az égre. Megesküdött arra, aki örökké él, és aki teremtette a mennyet, és a benne élőket, a földet, és a rajta élőket, és a tengert, és a benne élőket. Azt mondta, nem lesz többé haladék. Ez kapcsolódik a múltkori üzenethez, amikor arról beszéltem az új szövetség alapján, hogy Isten nem vár örökké, nem tűri végtelenül azt a sok gonoszságot és bűnt, amit itt a Földön tapasztalunk. És itt megerősíti az angyal, hogy nem lesz több haladék. Azt mondja a második korintusi levélben Pál apostol, második fejezet, 14. vers. Hálát adok Istennek, aki mindig a diadalmenetében Krisztus uralma alatt vezet bennünket, és rajtunk keresztül mindenhol érzékelhetővé teszi az emberek számára, mit tesz érzékelhetővé, hogy milyen öröm és boldogság Jézust megismerni. Milyen és öröm és boldogság. Ez az örömhír, ez az evangélium, igaz? Amikor megtapasztaljuk azt, hogy a kegyelem korszakában élünk, hogyha hiszünk Jézusban, és benne az igazságra, az Isten kapcsolatra törekszünk, elhisszük, hogy ő meghalt a bűneinkért, és, és, és benne, bennünk az ő szent lelkével mi Krisztusibá válunk, és tudunk szeretni, tudjuk az igazságot hirdetni, hogy ez milyen örömhír. De figyelj, így folytatja. Azt mondja, igen, milyen öröm. Ez a felismerés úgy tered, mint egy drága parfüm illata. Ez jó illat. Ez édes. Mert mi valóban olyanok vagyunk, mint a Krisztus által bemutatott illatáldozat, Istenhez felszálló jó illata. De figyelj, ezt az illatot azok érzik, akik az üdvösség felé haladnak, de érzik azok is, akik a pusztulás felé mennek. Hát az evangéliumnak van egy jó édes illata, és van egy rettenetesen keserű, egy félelmetes sötét oldala. Azok, akik a pusztulás felé mennek, ők is érzik ezt. Az utóbbiak azonban olyannak érzékelik, mint a halál bűzös leheletét, amely a halálból származik, és ismét a halálba vezet. Nem divat úgymond manapság fenyegetőzni a pokollal, nem is igazán hatékony az embereket ijesztgetve, fenyegetve, manipulálva, megtéríteni őket, igaz, úgy nem lehet őket az evangéliumra elvezetni. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem szabad Elhallgatni sem az evangéliumnak a sötét oldalát? Azt, hogy ez sok embernek igen a halált jelenti. Mert nem az van, hogy meghalunk, aztán nincs a semmi. Nem, nem így van. Azt mondja az evangélium, és vagy olvasom az evangéliumot, Jézus szavait. Olvasom a Máté evangéliuma. 16-26. Mit ér, ha az ember mindent megnyer, amit csak a világ adhat? Ugye megvan a karrier, megvan a pénz, megvan a hatalom, megvannak az élvezetek, sikeres vagyok, pörög a szekér, minden oké. Okay. Múltkor egy vezérigazgatótól hallottam, hogy unalmas az élet. Ha mindent elértél, most van unalmas az élet. De mi van, ha mindent megkapunk, de a lelkünket elveszítjük. Elveszítjük az identitásunkat, az értékeinket, az integritásunkat, és a lelkünket abban az értelemben, hogy, hogy, hogy eltömnek a világi javak az élvezetek, az élmények, a siker. És lelkileg nem érezzük a szükségünket arra, hogy mi többre teremtettünk ennél. Ugye nem vagyunk lelkileg szegények, ezért nem vagyunk boldogok, és valahol érezzük, hogy az életünk értelmetlen a halál, meg kétségbeesés gyakorlatilag. Nézd, azt mondja, mit ér, hogy elveszti? Bizony az emberfia eljön atya dicsőségében az angyalék kíséretével, és akkor majd mindenkinek megadja, amit a tettei szerint megérdemel. Lesz egy ítélet. Lesz egy ítélet a tetteink, a gondolataink, a, a, a meggyőződéseink, a hitünk szerint. Ezt nem fogjuk megúszni. És aki végig tagadja az Isten, tagadja az igazságot, tagadja a jót, tagadja a szeretetet, tagadja a megbocsájtást. Csak a büszkeség van, az erőszak, az önzés. A saját feje után megy, a bűnös élvezetek. Annak lesz egy ítélete. És hogyha erre rádöbben ezzel szembe találja majd magát, az a halálnak a bűzös lehellete lesz. És ez, ez, is az evangélium, ez is Isten igazsága. De olvasom tovább, tehát nem lesz több haladék. Azokban a napokban, amikor a hetedik angyal is trombitálni kezd, beteljesül Isten titkos terve. Pontosan úgy, ahogy Isten öröm üzenetének előre kijelentette szolgáinak a profétáknak. Ezután ugyanaz a mennyei hang szólt hozzá, menj és vedd át a nyitott könyvtekercset az angyal kezéből, aki a tengeren és a szárazföldön áll. Ekkor odamentem, az angyalhoz, és kértem tőle, elkértem tőle a kis könyvtekercset. Ő ezt mondta, fogd, és edd meg. A gyomrodban keserű lesz, de a szádban édes, mint a méz. Mert az evangéliumnak, Isten igazságának van egy édes oldala, de van egy keserű oldala is. Vannak következményei tettünknek, amik az örökké valóságban fognak visszhangozni. Átvettem az angyaltól a tekercset, és megettem. A számban édes volt, mint a méz, de miután lenyeltem a gyomrom, megkeseredett tőle. Hadd olvasok föl nektek, itt még egy igét. Ez pedig a második tesszaloniki levél, második fejezet, 11. vers. Mivel azonban nem az igazságot szerették az emberek, ezért amikor megtudják az igazságot, amikor a Legkésőbb, máskor nem, a haláluk pillanatában szembesülnek az igazsággal. Nézd meg a halál élményeket, akár a prédikációmat arról a témáról. Azok az emberek, akiknek volt halál élményük, igazolják mind az evangélium igazságát. Nem az igazságot szerették, Isten megengedte, hogy a megtévesztés és hazugság ereje uralkodjon rajtuk. Ebben a hazugságban élnek sokan. És hogy elhiggyék a hazugságot. Mindez pedig azért történik, hogy akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban lelték örömüket, ítélet alá kerüljenek. Az ítélet elkerülhetetlen. Inkább most szembesüljünk vele. Inkább most bá bánjuk meg a bűneinket. Vigyük Isten elé, és kérjük az ő bocsánatát. Mint hogy túl késő legyen. És akkor elviselhetetlenül rettenetesen keserű lesz. Na ez az örömhír, az örömér az, hogy most még van remény. Meg tudod, bocsán... meg tudod bánni a bűneidet, és meg tudod nyerni Isten bocsánatát, hogy hiszel Jézusban, aki helyetted meghalt, a te bűneid, büntetését vette magára, hogy te élhess, és tényleg öröm legyen a benne való élet, és elfordulj a bűnös sötét életettől. Most még van időd a kegyelem idejébe. ez az örömhír. De ez nem lesz mindig így. Ez volt már az üzenet, most pedig, hogyha nem bánod, imádkozom érted, menjél, atyám, kérlek, Elősítsd meg az én hallgatómat, hogy, hogy az igazság vigyen minket a térdünkre, és valljuk meg a bűneinket előtted. Tegyük le a büszkeségeinket, tegyük le a hazugságainkat, tegyük le a, a gonosz tetteinket, gondolatainkat, és, és kérjük a te bocsánatodat, Jézus Krisztus, és tudjuk, hogy hitben azt megkapjuk, és tudunk egy jó, értékes életet élni. Hogy tudunk, igen, egyre jobbakká válni, egyre Krisztusibbakká az életünk, egyre több örömöt, egyre több jóságot, egyre több értéket tartalmaz. Magunknak is, másoknak is. Köszönjük, hogy erre még van lehetőségünk. Segíts, hogy másoknak is tudjunk segíteni, hogy megragadják ezt a lehetőséget. A te kegyelmed lehetőséget, még nem késő. Jézus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy hirdessük az örömhírt, hogy mindenkinek édes legyen az, és ne keserű.